Az RPG játékok világában vannak bizonyos címek, melyekben egy lootfilter létezése teljes mértékben indokolatlan lenne. Azonban ismerünk olyan játékokat is, amelyekben bár van, és valóban teljes mértékben személyre szabható, mégis a tökéletes, precíz beállításához minimum 2 orvosi és 3 mérnöki diplomára van szükség, és ezeket a beállításokat is vagy egy külső honlapon fel alá görgetve tudod véghez vinni, vagy egy TXT fájlba a sorok között böngész. És végül itt van nekünk a Last Epoch, ahol akár in-game is személyre tudod magadnak szabni pár kattintással a loot filtert, amennyire csak szeretnéd. De mielőtt belevágnánk, engedjétek meg, hogy elmondjam, hogy létrehoztam Facebookon a Last Epoch Hungary csoportot, lehet egészen nyugodtan csatlakozni, új barátságokra szert tenni, illetve van nekem egy Nexus Store-om, ahol van lehetőséged megvásárolni akár a Last Epochot, akár más játékokat, különböző játékon belüli tartalmakat, supporter pakkokat. Fontos tudni, hogy neked semmivel sem kerül többe, hogyha itt vásárolod, viszont engem is támogatsz vele. Köszönöm. Na de, miről szól a loot filter? Mi az a loot filter? Hogyan kell használni? Hogyan kell berakni? Hogyan kell akár egy sajátot készíteni? Maga a loot filter arra szolgál számunkra, hogy megkönnyítse, meggyorsítsa a haladásunkat, illetve a meggazdagodásunkat. Lényegében arról szól az egész, hogy a beállításaid alapján dönti el, hogy melyik kieső tárgyat mutassa, melyiket nem mutassa, illetve amit mutat, hogyan jelölje, megváltoztassa. Nem kötelező nyilvánvalóan saját lootfiltert használni, több lehetőség is van, ahonnan lehet letölteni. Itt lesz minden link a leírásba. Az egyik a Last Epoch Tools per lootfilter, itt mások által, playerek által publikált buildek vannak. Itt tudod választani, hogy te milyen buildet játszol, milyen karakterre, milyen skillekkel, és ezekre személyre szabottat fog mutatni. Viszont nyilvánvalóan, mivel mások által készített, így saját felelősséggel használjátok őket, ellenőrizzétek azért néha, hogy valóban mindent mutat-e, amit szeretnétek. A másik pedig, amit merek ajánlani, azok a max rollos loot filterek. Itt ugye vannak build guide-ok, és szerintem mindegyik build guide-hoz van loot filter. Itt meg is mutatom, hogyan tudod berakni a mások által készített loot filtert. Megnyitod a download hírt, és kapsz egy ilyen nagyon csúnya, nagyon long textet. Itt egyszerűen tolsz egy Ctrl-A, Ctrl-C, kijelölöd az egészet, kimásolod, és játékon belül semmi más dolgod nincs, mint a Shift-F gombbal előhozni a loot filter menüt. Itt ugye, hogyha egy új loot filter szeretnél berakni, rámész a plusz jelre, paste clipboard contents, elnevezed ahogy szeretnéd, és már is az a loot filter van beaktiválva, illetve berakva, bármikor kiválaszthatóra, amit most letöltöttünk. Ezeket is lehet módosítani, de arra is van lehetőség, hogy totálisan az elejéről megcsináld magadnak. Ezt meg tudod valósítani in-game, az alapoktól, illetve egy külső szájton könnyített verzióba is. Most felületesen szeretném mindegyiket megmutatni, az egyik az in-game alapoktól. Ugye, create a loot filter, az elejétől kezdve elnevezed, ahogy szeretnéd, és 75 darab szabályt hozzá lehet adni. A szabályokról azt kell tudni, hogy mindig amelyik legfelül van, az a legerősebb. Úgy szokás kezdeni egy loot filtert, hogy először is rejtsen el minden olyat, ami nekünk nem kell. Ugye itt látható, hogy mikre specializálva lehet beállítani a loot filtert. Úgy szokás először, hogy rejtsen el minden magic, rare és normál itemet. Nyilván ezt be lehet állítani, hogyha rögtön ezzel a filterrel szeretnéd kezdeni a játékot, akkor beállítod úgy, hogy mondjuk level 10 fölött rejtsen el mindent, mert hát ugye valamit föl kell venni level 10-ig, és egyszerűen hozzáadod. Ez lesz nekünk legalul, mert ez lesz az úgymond alapszabály. De fölé teszünk olyan szabályokat, ami ezt felülírja. Mint például, legyen az, hogy nekünk legyen szíves mutatni a játék azokat az itemeket, amin például a megadott affixek vannak.
Tehát ugye te már tudod, hogy milyen modok kellenek a karakteredre. Mondjuk kell rá spell damage. Ilyen kis spelles karaktert így fejben összerakunk. Random kiválasztunk néhány modot, lehetnek ezek defensív, atak, bármilyen nodok, most csak egy ilyen alapot csinálunk. Annyit választasz ki egy rúlon belül, amennyit csak szeretnél. És hogyha így van beállítva, akkor ez azt jelenti, hogyha az adott modok közül, amiket kiválasztottál, legalább egy darab rajta van, akkor azt már mutatni fogja a loot filter. Lehet úgy is, hogy te azt állítod be, hogy ezeket az itemeket más színnel mutassa a loot filter. Hogy te egy fejbe tudod magadnak, hogy melyik szín a fontos, és akkor azokat nézed csak meg, vagy veszed csak föl. Ezt lehet még tovább ragozni, akár úgy, hogy mondjuk pirossal mutatja nekem akkor, hogyha csak egy mod van rajta az adott modokból, most lemásolom az egészet, hogy ugyanezek a szabályok vonatkozzanak rá, de ha mondjuk az adott modok közül legalább kettő darab rajta van, akkor nekem már mondjuk kék színnel mutassa. És akkor a fejedben tudod, hogy a piros az annyira nem is fontos, hogy azonnal megálljál, érted? De a kékre már ránézek, mert a kéken két olyan mod is van, ami nekem fontos. Így tudod alapból a rare itemeket ugye későbbi kraftolásra, vagy hogyha merchantos vagy, akkor eladásra kategorizáltan külön válogatni, hogy te azt fölved, vagy ne vedd fel. Ezen felül még számtalan hasznos modot lehet hozzáadni. Most csak párat mutatok meg, amelyeket én erősen ajánlok. Van például nekünk olyan, hogy affix. Ugye, amit tudjuk, tier 6-os és tier 7-es itemek, azok csak is kizárólag esni tudnak. Ez azt jelenti nekünk, hogy nyilvánvalóan, ami tier 7-es, az valószínűsíthetőleg drága lesz, illetve a tier 6-os is lehet elég értékes, akár eladásra, akár magadnak kraftolásra. Tehát csinálunk egy olyat, hogy kijelöljük az összes modot, ami a játékban található. Mondjuk az idolokat fölösleges, mert ott nincsenek tírek. És egyszerűen annyit adok meg neki, hogy recolor, nagyon feltűnő színnel, zöld színnel mutassa, ugye ezek az alapbeállítások, de lehúzhatod, van egy advanced options, itt be tudod állítani még azt is, hogy a tírek nagyságával kapcsolatban, hogy mutassa, hogy nem mutassa. Tehát én bejelölöm, hogyha mondjuk több vagy egyenlő, mint tier 7, akkor nekem zölddel mutassa ezeket az itemeket. Ezt azért szeretem hozzáadni, mert akkor, ha megjegyzed ugye, hogy melyik szín, hozzászoksz a saját kis loot filteredhez, akkor azonnal meglátod, hogyha ott valami valószínűsíthetőleg nagyon drága vagy hasznos item esik ki, akkor azt még a legnagyobb harc közepén is fölveszed. Szintén ezt a szabályt is lemásoljuk, és beállítjuk mondjuk úgy, hogy mutassa a tier 6-okat is egy más színnel, ugye, hogy ne keverjük össze, egy halványabb zölddel például. Így be vannak téve az exalted itemek. Ugye ezeket hívjuk exaltednek. Külön még betehetnénk, mert amúgy külön is be lehet tenni, hogy mutassa az exalted set or unique itemeket. De ha biztosra akarunk menni, berakja, de elvileg, hogyha nem rakjuk be, akkor is kell mutatnia, mert ugye a hide all az csak a normal magic és a rare hide all-ja. Ezt legfelőre tesszük. Ezt is mutatja. Ezen kívül még lehet akár base item típusokra is szűrni, hogy azokat is külön mutassa, például, hogyha valami karakternek van valami nagyon speckó, nagyon ritka base iteme, mondjuk egy wand. Neked nem kell kimenni egy külső site-ra megkeresni, hogy jaj, milyen wandok vannak, mert a játék még ezt is mutatja. Tehát mondjuk, hogyha nekem kiesik egy olyan wand, amin curse damage van és necrotic damage, akkor azokat mondjuk megint egy másik fajta színnel jelölje. És látjátok, már ott is van, ez ugye már normálon is mutatja, még ezt a szabályt föl lehet turbózni azzal, hogy hozzáadok affixokat, hogy például nekem akkor mutassa ezt a tírű wandot, hogyha van rajta spell damage. És így már nem is fogja mutatni, mert ugye az csak egy normál item volt. Nagyon fontos, hogy bármikor egy gombnyomással ki lehet kapcsolni a loot filtert, ezt akkor is használjátok néha, hogyha magatoknak csináltok, illetve akkor is, hogy mások loot filterét
használjátok, mert ezzel tudjátok ellenőrizni, hogy valóban minden olyan tárgyat mutat-e, ami nektek kell. Ez pedig annyi, hogy lenyomva tartod az X-et, ez teljes mértékben kikapcsolja az egész loot filtert, és mindent mutat, ami a környéken kiesett. Ilyenkor néha, amíg eleinte használod a loot filtert, érdemes ilyen nagyobb pakkoknál vagy chesteknél megállni, és átfürkészni, hogy ohó, azon van valami mod, ami nekem kell, és de nem mutatja alapból, és akkor azt a modot te előkeresed, és hozzáadod külön szabályban. Ezen kívül ugye idolból is például rengeteg esik, meg tudod csinálni azt, hogy az idolokat is külön kategorizálod, hogy neked mondjuk ezen a karakteren csak akkor mutassa, hogyha Acolyte idol modból van rajta legalább egy darab például. Tehát rengeteg hasznos dolgot hozzá lehet adni, de ugye itt már egy picit azért tudnod kell, hogy mit, hogyan, hol és miért csinálsz. Van ennek egy egyszerűbb verziója, ami kint van a lastepoktools.com oldalon, itt pedig nem más, mint egy loot filter wizard hozza létre nekünk pontról pontra, elmutogatja, hogy mire van szükséged, megkérdezés, az alapján összerakja a loot filtert. Hamar gyorsan ezen is végig szaladunk, megadsz neki egy nevet, illetve azt, hogy te ezt milyen karakterrel használod, mondjuk sorcererrel, milyen attack type-od van, hát neked spelled van, használsz-e dotot? Hát mondjuk használok dotot is, meg sima spell hitet. Milyen damage type? Akár többet is be tudsz jelölni, mondjuk legyen mindenfajta elemental damage. Milyen élmenteket használsz? Használunk chilled, frailty-t, ignite-ot. Milyen skill-eket használsz? Mondjuk legyen ez egy Elenova, Fireball, Flame Ward, amilyen buildet te szeretnél játszani, vagy amilyet éppen játszol, arra valót megcsinálod. Használsz-e minionokat? Nem. Channeling skill-t? Nem. Milyen main handet használsz? Teheted azt, hogy bejelölöd az összeset, és akkor majd a modok alapján kiválogatja, hogy melyiket mutatja. De csinálhatod akár azt is, hogy te kijelölöd, hogy én mondjuk csak wandot szeretnék használni, és azokból is megadod, hogy melyik wandokra vagy kíváncsi, hogy melyikeket mutassa. De ugye itt már nagyon speckó lesz a loot filter, tehát lehet, hogy lesz rajta olyan mod, ami neked kéne, de nem mutatja, mert nem azon a base-en van. Ezért, hogyha mondjuk egy early game filtert csinálunk, akkor én azt mondom, hogy akkor még nem menjünk ki külön a base-ekre. Milyen offendet használunk? Item, az armor, illetve a javelin itemeknél is külön be tudod állítani a base type-ot, de hogyha nem állítasz be, akkor ugye minden base type-ot mutat. És akkor itt a te általad beállított modok szerint ő kiválogatja, hogy szerinte melyik azok az affixok, amik ebbe a buildbe fognak kelleni. Itt nem baj, hogyha belenézel és átnézed, hogy valóban minden olyan mod benne van-e, amit én szeretnék, vagy ne adj Isten, van valami olyan mod, amit én tudom, hogy akarok, de valamiért ez a wizard nem rakta bele, simán előfordulhat, vagy mondjuk csak nem akarod az egész kategóriát beletenni, csak a kategóriából egy-kettőt, akkor ezeket így hozzá tudod kézzel addolni. Lemented, ugyanúgy az idolokat külön be tudod állítani, hogy hát mondjuk nekem itt mutassa még a wardosokat is, és akkor beteszi az egész ward kategóriát, és így konkrétan néhány gombnyomásból pár másodperc alatt kész van a loot filter, amit nagyon egyszerűen hozzá tudsz adni a játékhoz, rámész a create gombra, most lekreálja neked, export, akár le is mentheted, de fölösleges lementeni, legalábbis nem kötelező, egyszerűen copy to clipboard, visszamész a játék, előhozod a loot filtereket, plusz jel, ugyanúgy, mint az előbb, place clipboard, contest, és kész, és bent is van. És ezt a loot filtert is ugyanúgy bármikor tudod még módosítani magadnak. Láthatjátok, itt már sokkal-sokkal több sort hozzátett, külön kategóriákra bontva, melyik itemeken, melyik affix, milyen tier, tierenként külön színezve, illetve úgy külön színezve, hogy hány modot mutat az adott általad kijelölt affixokból. Tehát nagyon speckó, ajánlatos használni, mert ugye tudjuk, hogy végtelenségig bővíthető a chest, ezt meg is tudom mutatni, hogy én azért szeretek élni a chest bővíthetőségével, de ha nincs normális loot filtered, sokkal lassabban haladsz, pazarlod akár a shattering rúnát, illetve nagyon hamar megtelik a stash-ed is.
Azért mondom, hogy kell egy jó strict filter, mert fölösleges minden itemet fölvenni, mert egyszerűen a rare itemekért olyan jelentéktelen mennyiségű goldot kapsz a vendortól, hogy tényleg kár. Egyszerűen helypazarlás és lassít. Akkor úgyis sokkal többet veszel fel, hogyha merchant vagy, mert ugye trédelni viszed őket. Hogyha Sophos, ugye ez a Circle of Fortune, én ezt most kóstolgatom, itt ma fogok majd strictesíteni a main filteremen streambe nem sokára, mert sokkal többet mutat, mint amennyit én egy Circle of Fortune-os karakterrel szeretnék látni, mivel ugye tudjuk, hogy ami ezzel kiesik, az nem trédelhető. Ennyit szerettem volna a loot filterről, remélem valamelyes hasznos volt, amennyiben kérdésetek van, nyugodtan, akár itt, kommentben, akár a Discordon, akár Twitchen, minden link itt lesz a leírásba. Subscribe, like, csengő, menjen! Sziasztok, streamben Dali!